Természetesen a Szomódi Dalkör tagjai is helyet kaptak a Szomódi Falu Fesztivál fellépői között, hiszen a helyi kulturális csoportok mindig érdekes műsorral színesítik a településen megrendezett eseményeket. A mostani produkcióban egy vidám, kedvelt, népszerű dalokból álló csokrot adtak elő a közönségnek. Hát úgy gondoltuk, hogy ide vidám dalokat hozzunk, a Rajtahágy címborák, akkor az Égig ér a kedvem, Szóljon a muzsika, ilyenekkel készültünk, amit szívesen, vidáman és fölösszemelten tudnak énekelni. Hát olyan 18-an voltunk szerintem körülbelül, nem volt tudott mindenki itt jelen lenni, de kb. Ez az alaplétszám. Hát ezt most a repertoárunkból válogattuk, most külön nem készültünk plusz énekekkel. A pandémia miatt sajnos 2 évig nem tudták megrendezni a fesztivált, így a hosszú kihagyás után nagy érdeklődés mellett zajlottak a programok. A 3 napos rendezvény remek lehetőséget biztosított a helyieknek a kikapcsolódásra. Hosszú évek óta már 3 napos a falunap, falus fesztiválunk. Az első nap, vagy hát nevezzük 0. napnak, azért spontán karaoke buli kihangosítással, és hát aki szeretné megcsillogtatni a tudását, az természetesen a színpadon énekelhet a közönségnek. Az első nap, nevezzük első napnak a pénteki nap, az egy hagyományos peremfesztivál amatőr rockegyüttesekkel, általában 3 rockegyüttes zenél nekünk 8:30-tól éjjel 2-ig. Tegnap nagyon jól sikerült, de gondolom ez annak is köszönhető, hogy nagyon jó együttesek voltak, illetve hogy ennyi év kihagyás után mindenki már nagyon várta ezt a rendezvényt. A mai napon pedig a hagyományos szomódi helyi csoportok lépnek fel, különböző egyéb sztárfellépőkkel, este pedig utcabál lesz itt a községben, azaz itt a sátorban. A fesztivál részeként tartotta meg táborzáró rendezvényét a helyi petang szakosztály is, amelynek keretében 14 csapat 42 fővel mérkőzött meg egymással. A programon szomódi, tatabányai, pécsi és sárvári játékosok is részt vettek. Edzőtábor az csütörtök-péntek tartott, volt 15 játékosok, a legfiatalabb volt 11 éves, a legidősebb volt 60-63 éves, és akkor volt 2 külön csoport, a kezdőcsapatok, meg akkor a ifi válogatott, akik készülnek a spanyolországi EB, ami október elején lesz. És most folyik pont a negyed döntő, és akkor utána jön az elődöntő, a döntő, és akkor utána mindenki, aki a legjobbak kapnak kupákért, meg ajándéktárgy, meg egyébek.